elutasította a Kulturális Minisztérium a késmárki redut felújítására kérvényezett támogatást. A helyi önkormányzat közel 400 ezer euróból szeretné restaurálni a 17. században épített, egykor tököli család tulajdonába tartozó, a múltban vigadóként szolgáló történelmi műemlékként nyilvántartott épületet. Kidolgoztunk egy projektdokumentációt, mely alapján kérvényeztük a Kulturális Minisztérium újítsd fel a házat programjának keretében a támogatást. A tervezet a homlokzat, a tető, a belső udvar felújítását és az ablakok cseréjét tartalmazta. Összesen 393 ezer eurót kérvényeztünk, a város 5%-os önrészével járult volna hozzá a felújításhoz, mondja az osztályvezető. Késmárk főterén áll a klasszicista stílusú épület, alsó szintjének beltereit 3 éve felújították. Helyiségeiben a városi hivatal irodái, az emeleten pedig a városi mozi található. Az ingatlant a helyiek is nagy becsben tartják. A Redut ez egy olyan központ a városnak. Ez egy olyan épület, aki na mindenki tudja, hol van. Elég jól állapotban van az egész város most. Kár volna, hogy ez a központi épület így legyen ilyen rosszabb állapotban. Szerintem ezt fel kéne újítani. A Redut helyén eredetileg egy őrtorony állt, azt a késmárki várbirtokos tököli család a 17. században kastéllyá építette át. Az 1700-as évek elején magyar, német, latin és szlovák nyelvű nyomda székelt az épületben. 1818-ban klasszicista stílusban felújították és egy polgárházat építettek hozzá. A múlt század elejéig vigadóként szolgált, bálokat, mulatságokat szerveztek itt, erről a homlokzaton található latin nyelvű felirat is tanúskodik.